a világ élvonalába tartozó sörök versenyén, a Barcelona Beer Challenge 2017 megmérettetésen kiváló eredményt értek el a székesfehérvári püspök sörei és a Monyó Brewing Company sör különlegessége. A Prépost Porter ezüstérmet nyert English Porter kategóriában, a Szent Imre búzasör bronzérmet nyert Weiss Beer kategóriában, míg a Monyó Brewing Company Anubis történelmi söre ezüstérmet érdemelt a Mix Style Beer kategóriában. A díjakat Spány Antal megyéspüspök, Németh Antal sörfőzőmester, valamint Pein Ádám, a székesfehérvári püspök söreit készítő Monyó Brewing Company ügyvezetője mutatta be Székesfehérváron a Szent Gellért kézműves sörözőben. A megyéspüspök elmondta, nagy örömmel tölti el sörei nemzetközi sikere. A csak Székesfehérváron kapható sörök rangos díjaitól a város turisztikai vonzerejének növekedését is várja. Megfogalmazódott bennünk, hogy csináltassunk sört, Székesfehérvári püspökség söreit, amit így fogunk forgalmazni, nem gazdasági megfontolásból, hanem inkább pasztorális szándékból, hogy az emberek, ha betérnek ide, isznak egy pohár sört, akkor találkozzanak Szent Gellérttel, Szent Imrével, találkozzanak a Préposttal, aki a koronát őrizte, és ha nem tudnák, hogy kik is voltak ezek az 1000 évvel ezelőtt élt személyek, a sör alátéten megtalálják, hogy kik voltak ők, és talán a beszélgetés vonala is másképp alakul sörözés közben, hogyha találkoznak ezekkel a nevekkel, ezekkel a történetekkel, akik ide látogatnak Fehérvárra, jöjjenek el ide, keressék meg ezt a város központjában lévő sörözőt, és kóstolják meg, vigyék ennek a hírét magukkal, üdüljenek föl a városlátogatás fáradalmai közben. A Barcelona Beer Challenge 2017 sörversenyre 25 országból több mint 800 sört nevezett 203 sörfőzde. Köztük híres, több évtizedes, sőt évszázados tapasztalattal rendelkező amerikai és európai sörfőzdék termékei. Németh Antal sörfőzőmester szakmai beszámolót tartott a díjakról. Mi mindig azt gondoltuk a sörről, hogy a sör azért a kultúrának is a része, és hogy nem arról van szó, hogy pusztán egy élvezeti cikk, amitől el tud bódulni az ember, hanem hogy egy jó sör mellett lehet beszélgetni, jó sörökről lehet eszmét futtatni, illetve hát a Székesfehérvári Egyházmegye, ami ténylegesen a magyar és egyetemes kultúrának a része, hogy ehhez hozzákapcsolni a sört, ez tényleg egy nagy megtiszteltetés. A díjakat Európa egyik legnagyobb sörfesztiválja, az idén több mint 40 ezer látogatót számláló Barcelona Beer Fesztivál keretében adták át. A szervezők elmondták, hogy a fesztivál és a verseny küldetése a legmagasabb minőségi előírásokat betartó sörök bemutatása és a magas szintű sörkultúra népszerűsítése. Prisecki Botond, a Monyó sörfőzde brand menedzsere élménybeszámolót tartott a barcelonai díjátadóról. Kategóriánként mentek végig a sörökön, hogy kik lettek a nyertesek, és az fontos tudni, hogy abszolút díjasok voltak, tehát egy kategórián belül csak egy arany, ezüst és bronzérmet osztottak ki, illetve hogyha egy bizonyos sör nem ért el azt a szintet, akkor nem hirdettek abban a kategóriában győztest, ilyenre is volt példa. És több mint 800 sört neveztek erre a versenyre, 25 országból, hogyha jól tudom, még Brazíliával, meg Kolumbiával is neveztek idén sört, több mint 200 sörfőzde, és ezek közül sikerült ugye így Magyarországnak két ezüstérmet, illetve egy bronzérmet. A tájékoztató végén Spány Antal megyéspüspök bejelentette, a rangos elismerés örömét egy egyedülálló akció keretében szeretné megosztani a sörkedvelőkkel. Húsvétkor és húsvét hétfőn, 2017. április 16-án és 17-én bárki, aki egy korsó prépost, portert vagy Szent Imre búzasört fogyaszt, a megyéspüspök vendége egy pohárra a díjnyertes sörökből.